Az Aranykút utcai játszótér szeptember 8-án újra megtelt családokkal és bulizni vágyókkal a 14 órától késő estig tartó Aranykút Fesztivál alkalmából. A színpadon a Chainbridge, a Gezarol, a Sugarloaf és a Még egy körzenekarok szolgáltatták a zenéket. A gyermekeket játszótér, vattacukor és csillámtetoválás várta. Az idei évben is jelentős tömeg gyűlt össze a hagyományosnak számító immár 19 éves rendezvényen, ahol Riz Levente, Rákosmente polgármestere is jelen volt, mint billentyűs, valamint az esemény főtámogatója Horváth Tamás alpolgármester és a főszervező dr. Pilát Károly önkormányzati képviselő. Nem számítok, nem keresel, mi van a tényleg tévedés, nem leszek, én nem leszek senkié. A Vigyázó Sándor Művelődési Ház és Rákosmente önkormányzata által szervezett, jövőre 20. évfordulóját ünneplő Aranykút Fesztiválon minden évben fontos szerephez jut a rockzene. Ugyanakkor a szervezők minden alkalommal meghívnak más műfajokban közkedvelt formációkat, és kerületi kötődésű együttesek is színpadra lépnek. A főszervező dr. Pilát Károly kiemelte, a jó hangulat és az összefogás a cél. Tulajdonképpen az egész egy ünnepségnek indult, amikor ugye, ha itt körbenézünk, bár a kamerával most itt kéne egy jó nagyot szkennelni, itt valaha egy hatalmas szemétlerakó volt, és hát a helyi lakosság, Aranykút asztaltársa, akik így szoktak néha sörözgetni, meg a Csabaújtelepi Egyesületnek a magja összeállt, eltakarította innen a szemetet, és keletkedett egy ilyen szép kis, akkor még kezdetleges játszótér, ami ma ezért nőtte ki magát, hogy itt lehet egy koncertet tartani, és igazából azt hiszem, hogy ha körülnézünk, elég sokan örömmel jönnek ide. Az első fellépő a feltörekvő Cambridge Pop zenekar turnéjának egyik állomásaként ejtette útba az Aranykút Fesztivált. Tevékenyen telt a fiatalok nyara, új albumukon az utolsó simításokat végzik, erről a lemezről is hallhatott dalokat a fesztivál közönsége, és eddigi legnépszerűbb alkotásuk a Temegén is elhangzott. A nótákat általában a frontember Hajdú Erik szerzi. Alapvetőleg én írom meg a dalokat, mert ugye én énekelek, és megszületik otthon általában akusztikus gitárral egy dal, és akkor azt megzenésítjük, de változó, mert például a legújabb dalunkat meg közösen írtuk meg. Valakinek eszébe, mondjuk a bátyámnak, az olyan eszébe jutott egy jó ötlet gitáron, és akkor arra felépítettük, és a végén született meg a szöveg. A Gezarol minden évben fontos alapillére az eseménynek. Somogyi József, a sok éves múltra visszatekintő együttes énekese elmondta, turnézással töltötték a nyarat, megfordultak Magyarországon kívül is, Erdélyben szeretettel fogadták őket. A közönség kedvenc formáció legközelebb Debrecen közelében játszik majd. 15-én játszunk a Debrecen mellett egy ilyen falunapon, 22-én pedig itt a Millenárison, a nagy budapesti második rockfesztiválon. Charlie után és a Paymobil előtt 18 órakor leszünk. Az immár több mint egy éve Muri Enikővel kiegészült Sugarloaf zenekart is kitörő lelkesedéssel fogadta a Rákos Csabai közönség, akik örömére a banda eljátszotta a legkedveltebb slágereit, többek között a Vadvirágot, a Hajnalig még van időt, a Barbit és a Szingli lányt is. Tóth Szabolcs gitáros kitért rá, hogy a mostani felállás minden eddiginél sikeresebb a számukra. Jelenleg is új dalokon és friss albumukon dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy soha életben nem csiszolottunk ennyire könnyen össze más emberrel, mint az Encivel. Tehát, hogy tényleg, ugye tavaly január felé csatlakozott, hihetetlenül gyorsan beilleszkedett, hihetetlenül gyorsan elfogadta mindenki, és azt hiszem, hogy lehetett látni, hogy nagyon nagy szimbiózisban dolgozunk azóta is. A zárókoncert előtt a rendezvény főtámogatója Horváth Tamás szólt a jelenlévőkhöz, és a tombola nyeremények kisorsolásában is segítkezett. Hangsúlyozta, a fesztivál egy nyárzáró ősznyitó ünnep Rákosmentén. Egy év újra eltelt, és eltelt a nyár is, a gyerekek elkezdtek iskolába járni, de nem hagyjuk, hogy csüggedjünk emiatt, hogy jön az ősz, ezért tartjuk a fesztivált is, hogy mindenki jókedvel tudjon tovább menni, és ne hagyja magát emiatt letargiába kergetni. Én még annyit szeretnék elmondani, hogy köszönöm szépen a Vigyázó Sándor Művelődési Ház dolgozóinak, hogy a rendezvényt lebonyolításában segítettek, és mindenkinek, aki ebben részt vett.
A záró produkció dalait a jelenlévők a fellépőkkel együtt énekelték. Az országszerte is, de a 17. kerületben különösen népszerű még egy kör tagjaira is igaz, ahogy a koncertfolyam többi előadójára, hogy turnézással telt a nyaruk, és eljutottak a határon túlra is. Lengyelországban léptek fel, ahol tartottak attól, hogyan fogadja majd őket a közönség. Előttünk ilyen helyiek játszottak mindenféle stílusban, talán a legközelebb a mi zenénkhez a swing vagy a jazz volt, tehát hogy tényleg népi zenekarok léptek fel, tánccsoportok, meg ilyen énekegyüttesek. És aztán elkezdtünk játszani magyar dalokat egy-két külföldi világslágerrel megspékelve, és azt vettük észre, hogy a közönség a magyar daloknak, meg főleg a saját daloknak nagyon örül. Hál' Istennek volt segítségünk, volt egy tolmács, akinek a segítségével elmondtuk a daloknak a történetét, hogy miről szólnak, meg hogy egyáltalán mit várunk mi a közönségtől, megtanítottuk nekik a zenekar nevét. És a végére olyan buli kerekedett, hogy egy órát kellett volna zenélnünk, de legalább 4 ráadást adtunk, és azt követelték, hogy mi magyarul énekeljünk, és imádták. A még egy kört a Rákos Csabai közönség is nehezen engedte el, és ezúttal is többször követelte vissza a színpadra őket. A záró fellépők műsora alatt már alig lehetett mozdulni a szabadtéri helyszínen. A szervezők hasonló sikerekre számítanak a következő Aranykút Fesztiválon is, ami jövőre ugyanitt várja majd az érdeklődőket.